Önöket még egyszer szokásos hétfői parlamenti sajtótájékoztatónkon. A héten még a parlament elé nem kerülő, de múlt hét pénteken benyújtott, döbbenetes, már-már hihetetlennek tűnő fideszes törvényjavaslatról szeretnék Önöknek beszélni. Mikor ez múlt pénteken megjelent az országgyűlés honlapján, akkor először nem hittem a szememnek, azt hittem, hogy talán ez egy elírás, ez egy tévedés, vagy esetleg egy rossz vicc. Mára viszont kiderült, hogy sem tévedés, sem pedig rossz vicc, ez egy igazi törvényjavaslat, amit egy igazi parlamenti képviselő, egy fideszes parlamenti képviselő nyújtott be az országgyűlésnek a kisajátításról szóló törvény módosításáról. Ez egy saláta törvénybe van jól eldugva, de hát gondolom, aki ezeket a törvényeket elolvassa, és hát jó néhányan vagyunk ilyenek, számukra viszonylag könnyen feltűnik, hogy miről is van szó. Engedjék meg, hogy ennek a törvénynek idézzem egy mondatát, vagy a törvényjavaslatnak idézzem a fő mondatát, ami azt hiszem, hogy mindenhol a világon kivágja a biztosítékot, és teljesen értelmezhetetlen, hogy egy parlamenti képviselőnek ez hogyan jutott eszébe. Azt mondja ez a törvényjavaslat, hogy a jövőben lehet magántulajdont kisajátítani országgyűlési képviselők, valamint közjogi megbízatás betöltő személyek és hivataluk elhelyezése céljából. Mondom még egyszer, egy országgyűlési képviselő személyének elhelyezése céljából, a legfőbb ügyész vagy a miniszterelnök személyének elhelyezése céljából Magyarországon a javaslat szerint a jövőben emberek magánlakását, magáházát, magántulajdonát el lehet venni, magyarán szólva rekvirálni lehet. Hát még levegőt is nehezen kap az ember egy ilyen törvényjavaslat elolvasása után. Az, hogy egy országban, egy elvileg demokratikus piacgazdaságban a magántulajdon szent, arról azt hiszem már nem is érdemes beszélni, mert aki egy picit is tud arról, hogy mit jelent a magántulajdon szentsége, és hogy a kisajátítás az mennyire kivételes jogintézmény, tipikusan csak nagy beruházások, környezetvédelmi célok, vagy mondjuk autópálya építés esetén jöhet csak eleve szóba, legalábbis egy jól működő demokráciában, az jól mutatja, hogy ennek a törvényjavaslatnak a fideszes benyújtója az valószínűleg nem Európában és nem egy demokratikus országban él. Az a nonsens helyzet áll elő, hogyha a parlament ezt a törvényt elfogadja, hogyha Orbán Viktornak megtetszik egy belvárosi palota, Polt Péternek megtetszik egy rózsadombi villa, akkor utána egy egyszerű államigazgatási döntéssel oda lehet adni egy más magántulajdonában álló villát, házat vagy magánlakást Orbán Viktornak, Polt Péternek, vagy bármelyik fideszes parlamenti képviselőnek. Elveszik ezeket az ingatlanokat a jogos tulajdonoktól, mondom még egyszer, nem útépítésről van szó, nem hatalmas beruházásról van szó, hanem egy magánlakásról van szó. Mert ugye fölhívom a figyelmet még egyszer a törvény szövegezésére, a személyek elhelyezéséről szól. Ez nem csak a hivatalok, a személyek elhelyezéséről is szólhat, majd pedig az árat természetesen az adófizetők pénzéből állják majd. Ez nem más, mint egy törvénnyel elkövetett lopás. A legkeményebb diktatúrák idején fordul az elő, hogy valakinek a magánlakását és a magáházát az állam elveszi, azért, hogy azt egy politikusnak adja oda. Én tudom, hogy nagy családdal él mondjuk Orbán Viktor, tudom, hogy a 261 fideszes KDNP-s parlamenti képviselő közül jó néhányan vannak olyanok, akiknek sok gyermekük van, vagy nagy családot tartanak fenn, de ugye még ez sem lehet ok arra, hogy mások magántulajdonában álló lakást vagy házat rekviráljon az állam, és ezeknek a fideszes képviselőknek átadjon. Talán már kicsit korábban, néhány héttel ezelőtt a magyar sajtó már felvette egy Orbán Viktor és Tarlós főpolgármester úr közötti beszélgetést, ami már szintén relativizálta a magántulajdont, önök is emlékeznek erre, arról szólt, hogy csak törvényt kell benyújtani ahhoz, hogy a főváros bármilyen magántulajdonban lévő ingatlant megszerezhessen, hogyha arra szemet vetett. Most viszont még ezen is túlmegy ez a fideszes törvényjavaslat. Mert, bár az is elfogadhatatlan,
De ott legalább valamilyen közérdekről van szó. Ott legalább valamilyen fővárosi dologról van szó. Mondom még egyszer, az is elfogadhatatlan. De ez már egyértelműen a magánérdekről szól. Fideszes parlamenti képviselőknek akarnak lakásokat, házakat és villákat juttatni ezzel a törvényjavaslattal a törvénylamastad benyújtói. Illeszkedik az elmúlt néhány év fideszes politikájába mindez. Elvesznek földeket, hogy utána a fideszes politikusok barátainak és rokonainak adják oda. Elvesznek trafikokat olyan emberektől, akik 20-30 éve csinálják a trafikos kereskedelmet, és odaadják, erről ugye most már hangfelvétel is tanúskodik, odaadják fideszes politikusok rokonaiknak, barátaiknak és üzletfeleiknek. Ezek után már lehetőség nyílna arra is, hogy magánlakásokat és magánházakat rekviráljanak, és ezeket adják oda fideszes képviselőknek, fideszes politikusoknak. Ha ezt a törvényt az országgyűlés elfogadja, akkor Magyarországon onnantól kezdve már senki és semmi nincsen biztonságban. Ha ezt a törvényt elfogadja az országgyűlés, az azt jelenti, hogy a fideszes országgyűlési képviselők és vezető közjogi méltóságok kényelme, luxusigénye, az jóval fontosabb dolog a kormányzat számára, mint a magyar magántulajdonosoknak a védelme és általában a magántulajdon szentsége. Nincs mit tenni ezzel a törvénnyel, úgy, ahogy van, bele kell dobni ezt a törvényjavaslatot a kukába. Arra kérjük az előterjesztő képviselőt, főpolgármester helyettes urat, hogy azonnal vonja vissza ezt a törvényjavaslatot, hogyha ezt nem tenné meg, akkor pedig a kormányt kérjük arra, hogy ne támogassa ennek az elfogadását az országgyűlésben. Ez még az elmúlt 3 év magántulajdon csorbító és fideszes klientúra építő jogalkotásából is kilóg. Itt ugyanis már még hazugságokkal sem lehet amellett érvelni, hogy valamilyen közérdekről van szó, hiszen mondom még egyszer, személyek elhelyezését szolgálná a rekvirálás, a kisajátítás, a magántulajdon elvétele. Ez a luxusról szól, a kényelemről szól, a még szélesebb fideszes klientúra építésről szól. Vonják vissza a törvényjavaslatot, ne támogassák és kérjenek bocsánatot pusztán azért is, hogy ilyet merészeltek a Magyarországgyűlés asztalára letenni.